Egymás mögött sorakoznak a kamarai védjegy oklevelei, minőség, hitelesség, szakmaiság és megbízhatóság, ezt jelenti a védjegy, amely értéke felértékelődött a térségben. 2016-ban indítottuk útjára a védjegy programot. Nagyon örülünk, hogy 8 új taggal bővül ebben az évben a védjegyes vállalkozásoknak a száma. Ebben az évben egy kicsit nehezebb pályázati lehetőségük volt a cégeknek. Egyrészt a kamarának elkötelezett célja az, hogy a digitalizáció iránti elkötelezettségben is számot kellett adni a törekvéseikről a vállalkozásoknak. Nagyon sok vállalkozás erre az útra lépett. Nekünk ez nagyon fontos, hiszen ebben a megyében a digitalizáció kiemelt fontosságú terület. 4 fordulós megmérettetésen kellett átesniük a vállalkozásoknak. Az idei energiaválság sok kis cég működését megnehezítette. A költségeket szinte lehetetlen kitermelni. A KKV-k részéről a legnagyobb az érdeklődés. A mikrovállalkozások körében most egy kis visszaesés történt. Sajnos a KATA törvény miatt nagyon sok vállalkozás visszaadta a működését. Emiatt van az, hogy jó néhányan idén már sajnos nem pályáztak. A jövőben növelni kell a magyar vállalkozások versenyképességét, állítja a kamara elnöke. Hogy az a versenyképesség a digitalizáció hiányából adódik, a robotizációból, a rossz munkaszervezésből, ez ahány vállalat, annyiféle fajta, és ennek kell nekelnünk a jövőben egyértelműen, hogy a versenyképessége növekedjen a magyar vállalkozásoknak, mert a versenyképesség által megteremtett hozadott érték ad lehetőséget a fejlesztésre, a munkatársaknak a megfelelő munkakörülmények létrehozására, az izgalmas munkakörülmények létrehozására, és persze a jó fizetésre. És ezt nem tesszük meg, szoktam mondani, a következő 10 évben nem leszünk képesek versenybe szállni Burgenlanddal, Bécssel és mondjuk a pozsonyi tartományjal, akkor ez a régiónak a legértékesebb munkatársai nem itthon fognak dolgozni. Az utóbbi években az is tapasztalható, hogy a kamarai védjegyeket a vállalkozások többsége meghosszabbítja, mivel ez a jogosítvány egy évre szól.